hogy érzed magad itt? Jól. Jó a hangulat. Hogy tetszik a fáklyás felvonulás? Nagyon jó. Erikő, most vagy először a fáklyás felvonuláson? Igen, nekem nagyon tetszik, és jövőre is szeretnénk jönni anyával. És mi az, ami tetszik benne? Hát, hogy így kapunk ilyen fáklyát, és akkor így le kell jönni így a Balatonpartra, és akkor így tartjuk, és nem minden nap történik ilyen dolog. Azt tetszik a legjobban, hogy láthatom, hogy milyen magasra megy a tűz. Jó, örülünk neki, nagyon jó, mert itt lakunk az utcában, és így megláttuk a fáklyás felvonulást, hogy örültünk neki, hogy így van egy ilyen hangulat így este. Nagyon jó a víz, tök jó az idő, úgyhogy reméljük. Jó, nagyon szép, meg rendezett az egész, meg azon csodálkoztunk, hogy van fű, nem éget ki. Mert mi ugye az északi parttal járunk Várpalotáról, és ott azért elég sok helyen kiégett a fű. De meg nagyon tetszenek ezek a rajzfilmfigurák a strandon, úgyhogy jó pofa, úgy örülünk neki. Mikor ide jöttünk, csak akkor tudtuk meg, hogy lesz, és hát így itt maradtunk rá. De nagyon jól van. Nagyon jól érzem magamat, nagyon jól néz ki. Tetszik. Nagyon jó. Nagyon jó, hogy csinálják. És mi tetszik a legjobban? Ahogy meggyújtották. Lovasem a Flóra, és jó buli itt lenni. Az édesanyám Köcsén nőtt fel, úgyhogy én 31 éve járok ide, a férjem meg velem együtt 14 éve. Itt volt az esküvőnk is 7 évvel ezelőtt itt a pavilonban, úgyhogy minden nyáron itt vagyunk. És hogy érzitek magatokat? Nagyon jól. Nagyon jól, hétfőn lesz a házassági évfordulónk, úgyhogy ebből az apropóból jöttünk. Hát akkor gratulálok, és további hosszú, boldog éveket kívánok nektek! Köszönjük szépen! Nagy szeretettel üdvözlök a kedves vendégeket, nyaruló tulajdonosok lelkeit, a helyieket. Hát két hétre csúsztunk ebben a szezonnyitó rendezvényen, mert két héttel ezelőtt viszont nagyon szélvihar, vagyis szélvihar volt, és ez miatt el lett halasztva mára. De hála Isten, igaz, hogy sok üdülőből a gyerekek hiányoznak, de a helyi lakosság és a nyaruló tulajdonos nyaralók rengeteg összejöttek most, és lehet látni, hogy hát több száz ember van most jelenleg lent itt a téren, és hát remélem, hogy a többi rendezvényünk is, ami nyáron lesz, ha is egy nagy sikert fog aratni mindez. Honnét érkeztetek ide Szárszóra? Debrecenből. Debrecenből, mindannyian. Táborban vagytok? Igen. Hogy tetszik Szárszó? Nagyon jó. Nagyon jó. Másodára jövünk vissza. A mai rendezvény hogy tetszik? Kreatív! Hát még nem láttunk. Jó a hangulat, minden. Nagy örömmel töltött el, hogy végre látunk életet itt Balatonszárszon. Ugye ez a művelődési háznak télen, hát nagyon furcsa volt az, hogy az a helység, ami nagyon sok programnak adott helyszín, az most sajnos nagyon sokáig zárva kellett tartanunk. Úgyhogy végre egy kicsit jó érzés, hogy újra tudunk programokat szervezni, és újra közösen együtt lehetünk. És hát meg szerettük volna tartani mindenképpen ezt a szezonnyitó rendezvényünket, amit ugye már elmondott a polgármester úr is, hogy később tartottuk meg. Viszont én úgy látom, hogy nem is nagy probléma ez, mert most így, hogy vége van az iskolának, sokkal többen el tudtak jönni, és nagyon örülök annak, hogy nagyon sok helyi embert, ismerőst is láttunk a mai rendezvényen. Úgyhogy végre jó idő van, Balaton, és reméljük, hogy a többi rendezvényünk is ilyen sikeresen fog megvalósulni.